Gondozni kell, kopálni, koszálni, permetezni, metszeni kell, alakítani, hogy szép legyen. Tehát ez mind munka, rengeteg munka van benne, még egy ilyen fa, ez 8-10 éves. Az egyik őstermelő mutatja a kínálatát a Mastéri piac parkolójában. Általában itt vásárolja meg a legtöbb szegedi a fenyőfát karácsonyra. Van, aki a méret, más inkább a fajta alapján vásárol, sokan az árat nézik meg legelőször, és egyre többen keresik a gyökeres fenyőket is. Minden évben itt szoktunk vásárolni, meg azt, itt a karácsonyfát, a fenyőfát. Gyökereset szeretnénk venni mindig, ezt célozzuk meg, és aztán kiültetjük. Ez az elsődleges szempont. Egy méter körül itt igazából maximum, most az volt a célkötődés, hogy akkor legyen, mint a kislányunk. Milyen szempont? Nincs szempont. Karácsonyfát keresünk, zöld legyen, és lehetőleg olyan, amit ki lehet ültetni. Aha, gyökeresben gondolkodunk. Igen, újra hasznosítunk, ugye? Uh-huh. És miért jó az? Miért jó az, hogy elültetjük, mert szép nagyra megnő. Igen. Igen. És meg is lehet locsolni. Időben meg szoktam venni, és a közepes méretűt, mert a helyszűke miatt nem tudok nagyobbat venni, de a kisebb meg nem olyan látványos. Uh-huh. Fajtában, árban? Fajtában, árban... 7-8 ezer forint ilyen normál fenyőt szoktam venni, ami nem hullik le on hamar. A termelők szerint az idén különösen szépek a fenyők. A fák jól fejlődtek, az ágszerkezetük, a lombozatuk kiváló. Széles a választék is, van luc, ezüst, normand és szerbluc is. Az árak a tavalyihoz képest nem nagyon emelkedtek. Javarészt a normandot keresik, ugye panelban már nem hullajt, de nagyon sokan keresik a luc fenyőt, a hagyományos luc fenyőt, ugye mert annak van egy nagyon jó illata, de abból viszont ugye kevés van. Viszont az egész piacon szintén kevés fenyőfa van. Tehát fenyőfa darabszám szerint kevés fa van a piacon, tehát 23-24-én itt azt lehet mondani, hogy harc fog menni a fáért. A megvásárolt fenyőket a hagyomány szerint 24-én kell feldíszíteni, majd január 6-án vízkeresztkor lebontani.